ház Kutrozsnyó közelében, a Kassára vezető út mellett fekszik. A dimbes dombos falu katolikus templomát a 18.-19. században többször is átépítették. A mai templom őse még a 12. században épülhetett, mint egy később elpusztult apátság része. Mohács után átkerült az evangélikusokhoz, majd vissza a katolikusokhoz, középkori falképei végig a vakolatréteg alatt rejtőztek, több száz éven keresztül. A 15. századra datálják a templomot, de 1983-ban voltak az ásatások, és akkor kiástak a nyugati oldalon 15 méter hosszú falat. És akkor tulajdonképpen a templomot aztán áttették az eredeti templomot a 12. századra. Úgy tudjuk, hogy 1141-ben a ciszterciek itt kolostort alapítottak. Ez a kolostor a 15. században megszűnt. A Hácskuti templom eredetileg román stílusú kolostortemplom volt, amelyet később luxemburgi Zsigmond egy északi várnagynak, Cudar Péternek adományozott. Ő volt az, aki az új gótikus szentélybe falfestményeket festetett. Ezt követően a templomot fehér mészfestékkel festették ki, és amikor a méz kezdett leperegni, a 19. században egy országjáró utazó mutatott rá arra, hogy itt freskok lehetnek. Később Rómer Flór is, aki könyvet írt a középkori falfestményekről, szintén említést tett a hácskuti freskokról. Ezek a felújítások során többször előkerültek, de mindig újra levakolták. Mi most a Teleki Alapítvány támogatásával még egy 1977-es kutatást alapul véve kezdeményeztük a további falvizsgálatot. Több új szondát nyitottunk, és bebizonyítottuk, hogy a mészrétegek alatt jó állapotú és minőségű középkori festmények rejtőznek. 2021 tavaszán a magyar kormány által finanszírozott Rómer Flóris terv segítségével sikerült Hácskuton a Peter Koren vezette festőrestaurátor csoportnak egy kiterjedt krisztológiai ciklus falképét feltárnia és restaurálnia a szentélyben. Egy freskó viszont ott már régóta látható volt. Ott van a Jézus születése vagy fürösztése kép, amit tulajdonképpen a tridenti zsinat letiltott, ugye 1525, valahogy úgy. Műemlékesek mindig tudták, főleg Rómer Flór is, hogy a vakolat alatt ott vannak a régi festékek. Aztán csináltak mintákat, és hát rájöttek, hogy tényleg ott vannak. Amikor megbizonyosodtunk, hogy más freskók is vannak, kettős megközelítéssel jártunk el. Először a múltban már többször restaurált kis Jézus fürdetése freskóról a mai érvényes megközelítések szerint minden újra és ráfestést eltávolítottunk, és csak az eredeti részeket retusáltuk. A szondázások után pedig további freskókra bukkantunk. A presbitérium északi falán a Jézus születése folytatódott, a következő mezőben a napkeleti bölcsek imádásával, az utolsó vacsorával, és végül a Krisztus a Gecsemáné kertben jelenett el. A krisztológiai jelenet sor a felső sávban indul a gyermek Krisztussal, az alsóban pedig a szenvedés történetével. Fent előkerült egy nagyszabású királyok imádása, emellett végképp bizonyossá vált, hogy a vitatott fürdetéses jelenet Krisztus fürdetéseként azonosítható. Az 1928-29-es kutatáskor ugyanis ezt kivéve mindent levakoltak. Túl profán a kép. Jézuskát fürözteni. Szegények bibliája volt akkor. Bevett szokás volt, hogy a templom falakat, ugye kevesen tudtak írni, olvasni, a templom falakat bibliai jelenetekkel ábrázolták, és ezen keresztül próbálták a híveknek megmagyarázni a Bibliát. Ugyanakkor nem egyszerű ilyenkor elfogadtatni a hívőkkel, hogy a restaurálás miatt a templomot hosszú időre be kell zárni. Ez az a specifikus szituáció. Hácskuton is különleges helyzet alakult ki, mivel a plébánia lelkesen fogadta a középkori freskók restaurálását. De a hosszú lezárás viszont nem volt túl népszerű a hívők körében. Több előadással kellett meggyőznünk a gyülekezetet, hogy a helyreállítás nekik is előnyös lehet. A jó nép, a hívek úgy tolerálták, hogy
tulajdonképpen két évig itt tényleg háborús helyzet volt. Ugye a szentélyt azt lefüggönyöztük, mindent becsomagoltuk, és akkor hát ugye pénteken délben azt kértem tőlük, hogy pénteken délben fejezzék be a munkát, akkor pénteken délután, szombaton délelőtt takarítás, mert hát mindenütt por meg piszok. Mikor valamit föltártak, egy bizonyos részt, akkor ezek a restaurátorok tényleg alelujáztak, hogy milyen gyönyörűséget találtak. A restaurálás során nem csak módszertani problémákat kellett megoldanunk, de meg kellett győznünk a regionális műemlékügyi hivatalt is, hogy van értelme a 20. századi vakolatréteget kutatni a megőrzött középkori falfestmény feltárása érdekében. Peterrel egyébként mindig párhuzamosan dolgoztunk a falfelületeken. A retusálás folyamata és az eredeti képek végső esztétikai helyreállítása alapvetően már csak a habatortán. Ilyenkor az első számú szabály, hogy minden eltávolítható legyen. A retusáláshoz mi is főleg ásványi anyagokat és őrölt féldrága köveket használunk, szinte ugyanazokat az anyagokat, mint a középkorban. A passióciklusnak eddig több jelenete került elő, az utolsó vacsorától az evangelista szentekig. És még az is lehet, hogy korábbiak, mivel Háskút 1364-től a Bebek család birtokában volt. A gömöri régió meglehetősen különleges hely. Nagy része a mai Szlovákiában van, de a mai Magyarországra is átnyúlik. A freskóval díszített templomok itt egymáshoz nagyon közel, sűrűn helyezkednek el, és a feltárásoknak még mindig csak a közepén járunk. Ezeket a falfestményeket korábbi itáliai behatás jellemzi, túlnyomó részük az Anzsuk, Károly Róbert és Nagy Lajos uralkodása alatt készült. Aztán a törökök uralma idején érezhető ennek a kultúrának a romlása is. Ez is azok közé, az emlékek közé tartozik, ahol lehetett tudni, hogy Háskút az van, és vannak középkori falképek, hiszen falképmásolatok itt készültek, meg az egyik falkép az mindig is látható volt, de úgy nem szerepelt a szakmai köztudatban, hogy ezzel foglalkozni kéne, és akkor most hirtelen azt látjuk, hogy nagyon jó állapotú falképciklus kerül elő a szentélyben. Ez azt erősíti, hogy itt még nyugodtan a következő művészettörténész generáció elkezdhet ezzel foglalkozni, mert lesz nekik bőven miről írni, meg mit megfejteni.